Kedves nézőink, hogyha Szentes felől érkezünk Szegvárra, és keresztül haradunk a falun, mint Szent irányába, a falu végén balra, át a vasúti sineken eljutunk a szegváriak által Vangel tanyának nevezett mezőgazdasági területre. Azoknak a nézőinknek, akik esetleg nem hallottak róla, elmondjuk, hogy itt valamikor Vangel Sándor élt a családjával. Őt a kuláküldözés miatt erről a tanyáról elkergették. Később ezen a helyen a Gorki, majd a Puskin T.S. létesített állattartó telepet. Engedjék meg, kedves nézőink, hogy bemutassam önöknek Gémes László mezőgazdasági vállalkozót, aki nem mellékesen Szegvár polgármestere és a telep új tulajdonosa. Kérem, beszéljen a nézőknek a telep felszereltségéről, a létesítményről. Hát ez most már az a telep egy kicsit komplex lett, hiszen a szomszédban van egy szárító, tisztítóüzem. Itt magán a telepen vannak istállók, és ez korábban egy szarvasmarha telep volt. Volt növendékállat is és fejőstehén is a korábbi időszakban, itt az utóbbi években már csak növendéknevelés volt, és miután az előző tulajdonos eladta és mi megvásároltuk, mi már most ertéstenyésztéssel is szeretnénk foglalkozni, és már az első istállót ennek megfelelően alakítottuk is ki. Ott most kocaszállás van, jelenleg fiasztatók, és most készül majd a malacnevelő is. Láthatunk itt egy régi típusú terményszárítót. Ez megfelel a mai igényeknek? Hát még ennek van érvényes engedélye. Itt igazán a mai uniós követelmények a hang és a porra térnek ki. Jelenleg ez a szárító még megfelel, viszont Szegvár nem az a vidék, ahol kukoricatermesztésről beszélhetünk, így magának a terményszárítónak igazán nagy jelentősége nincsen, inkább a tisztításnak, és én egyébként is búzát, napraforgót, repcét termelek főleg, és árpát, és ezeket elég csak tisztítani, tehát nem kell szárítani, tehát maga a szárító rész nem üzemel, csak a tisztítót használjuk. Gondolkodik ettől függetlenül a szárító korszerűsítésén? Gondolkodok, ajánlatokat is kértem már be, hogy ha esetleg a kukoricatermesztésre át tudnánk térni, mert az öntözésben is történne majd komoly változás. Azért Szegvár a vizek falva, itt nagyon sok természetes vízünk van, csak az árkok, csatornák nincsenek még olyan állapotban, hogy öntözni lehessen a földeket. Már most talán úgy néz ki, a vízgazdálkodásnak gazdája van, és ez megoldott kormányzati szinten, és ezért is gondolkozok benne, hogy ha jövőben tudnánk mi is öntözni, és a szegvári gazdák is, akkor mindenképpen fontos volna a szárítónak a korszerűsítése, hiszen a kukorica termesztésre, ha vissza tudna Szegvár állni, akkor azért egy modern szárítóra szükség van. Azt látjuk, hogy az egyik szarvasmarha istálló már benépesült. Milyen állatokat láthatunk? Igen, itt mindenféle van, hiszen húsmarhával foglalkozok, tehát itt van bika is, növendékbika is, tenyészbika is, vannak tehenek, üszők és kisborjuk is, tehát itt most az egész generáció jelen van. Természetesen később, ahogy szaporodnak, majd külön lesznek választva, de most jelenleg elférnek még ebbe az egy istállóba, és így fakkokra osztva, karámba megosztva, így azért elférnek, és ők vannak itt a hátunk mögött. Milyen fajták ezek a szarvasmarhák? Hát az alap az magyar tarka, tehát magyar tarka alapon vannak, vannak még tiszta vérbe magyar tarka, van egy néhány darab holstein, üsző is van szürke marha, anya állat egy, ez a büszkeségünk, és most egy sarolé bikát hoztam, ő az apa állat, és így ilyen magyar tarka és sarolé keverék marhákat szeretnénk, hiszen a húskőhozatala a sarolénak sokszor jobb, viszont a magyar tarkának a tűrőképessége meg nagyon kiváló. Gémes úr, ezen a telepen rengeteg szerves trágya képződik nap, mint nap. Hogyan hasznosul önöknél? Hát ezt a földekre juttatjuk ki. Vásároltam trágyaszórót, és akkor úgy, mint a régi öregek, azoktól sokat lehet tanulni, így visszapótoljuk a földbe azt, amit kiveszünk a növényekkel. Hány hektáron gazdálkodik, és milyen növényeket termel? Hát közel 400 hektáron, ebből van kb. Egy 30-35 hektár gyep, a többi a szántó, és hát főleg napraforgót, repcét, árpát és búzát termelek. A sajtóban mostanában sokat lehetett arról hallani, hogy Magyarországnak ezt a részét különösen sújtja a belvíz. Önöknek akad gondja ezzel? Hát nagyon akad sajnos, és épp egy barátommal beszélgettünk, hogy mekkora lehet a kár, hát már szerintem közel 50%-os, hiszen az elvetett gabonafélék és repcéknek egy része víz alatt van. Ezek a növények teljesen tönkre is mennek. A legnagyobb probléma az, hogy a tápanyagot nem tudjuk kijuttatni, hiszen elsüllyednek a gépek. És ami nagyon fontos még, hogy ahol nem vetettünk, ott viszont nem tudunk szántani, hiszen foltokba áll a víz, és már most ugye február közepén vagyunk, tehát már a tavaszi vetések veszélybe kerültek, hiszen hogyha nincs télen felszántva föld, nagyon-nagyon nehéz lesz tavasszal belevetni. Ami megterem az önök földjén, ezt az ezen a telepen élő állatok takarmányozására használják? Hát egy részét még csak, de szeretnénk ezt a telepet teljesen benépisíteni, hiszen a két fiam is úgy néz ki, hogy gazdálkodásra adja a fejét, és akkor így talán már nem kell majd később gabonát értékesítenünk, hanem úgy állítjuk be vetésforgót, hogy a repce napraforgó vetésforgójába olyan takarmánynövények legyenek, amit a telepen lévő állatok majd megeszik.
A telepnek a géptárolója mellett állunk éppen. A meglévő gépek elegendőek az önök gazdaságához? Igen, eleget, tehát erőgép és betakarítógép szintjén elegek. Egy-két munkaeszköz hiányzik még, mint például egy vízszállító szippantó, hogy a permetezőt kiszolgálja. Egy bálacsomagolót szeretnék még az idén vásárolni, hogy tavaly évben is 3 kaszálás lucernánk megázott, így hogyha fél nyersen be tudjuk takarítani lucernát és becsomagoljuk, akkor nem fog tönkre menni. Tehát olyan eszközöket szeretnék még vásárolni, ami még segíti a munkánkat. Beszéltünk az ön egyik fiával, de nézőinek elmondjuk, hogy mind a két fia igen komolyan részt vesz a mezőgazdasági munkákban itt a telepen. A későbbiekben számít az ő munkájukra? Én azt gondolom, igen, hiszen a nagyobbik az mezőgazdasági gépésznek tanul Csongrádon. Ő neki már ugye tavaly évben betöltötte a 16. életévét, így sikerült a jogosítványt is megszerezni, tehát ő már teljes joggal részt vesz ezekben a munkákban, hiszen önállóan vezeti a traktort, a kombányt, és önállóan tud dolgozni. A kisebbik az vadász és vadgazda és erdésztechnikusnak tanul, de ő meg a sertéstenyésztés az, ami nagyon foglalkoztatja, úgyhogy ez mellett a sertésekkel foglalkozik, úgyhogy úgy néz ki, hogy az egyik gyermek növénytermesztő lesz, megtermelje a takarmányt, a másik pedig állattenyésztő. Aki majd ezt hasznosítja. Kedves nézőink, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Gémes László fiát, Gémes Gergőt. Gergő, kérlek, mesélj magadról egy kicsit, miben segítesz itt édesapádnak, illetve azt is mondd a nézőknek, hogy hol tanulsz. Csongrádon tanulok, a Bársony István mezőgazdasági szakiskolában, ott erdészet és vadgazdálkodást tanulok. Apámnak végül is a fiasztatásban segítek és inszeminálásban. És a későbbiekben majd hízolásban is fogom. Az iskolában miért azt a szakot választottad, amire jársz? Hát egyrészt szeretem a vadászatot, szeretem a vadakat, hát szeretek kijárni hajtásokra, szeretem a hajtóvadászatban a kutyás utánkeresőket, szeretek bennük, egy élmény. Hogyha elvégezted az iskolát, akkor hogyan képzeled el a jövődet? Hát középiskola után én vásárra szeretnék menni állattenyésztést tanulni, és végül is ebben az állattenyésztésben szeretnék megélni. A sertésistálóban vagyunk. Jelenleg hány jószág van itt, és mekkorára szeretné bővíteni a számukat? Hát ez 50 koca süldő, amit itt látunk, ebből néhány koca már megfiat. Az idén még 100 kocára föl szeretnénk ezt fejleszteni, aztán későbbiekben, ha van erre igény, akkor a bővülés lehetőség adott, és akkor még több lenne. A továbbhasznosításával kapcsolatban milyen ötleteik vannak? Gondolkodnak-e például vágópont létesítésén? De elsősorban ugye vágóhidi elhelyezés volna ebbe a méretekbe, de én azt gondolom, hogy ekkora településen szükség volna egy vágópont létrehozására. Talán akkor a háztáji gazdaságok is újra föllendülnének, hiszen helyben lehetne értékesíteni a megtermelt és ugye megnövelt vagy megvízott disznókat. És hogyha lenne egy vágópont, akkor természetesen mi is gondolkoznánk abból, hogy itt helybe értékesítsünk. Milyen fajtájú sertéseket láthatunk, és mi jellemzi ezt a fajtát? Itt az anyai vonal az magyar fehér és magyar lapály tiszta vérben. Ez egy nagyon jó stressztűrő disznó, igazi magyar fajta, ami nagyon fontos. És hát ezek nagyon beváltak itt a Délalföldön, itt a szomszéd településen a barátomnak van egy törzstenyészete, onnan valók egyébként, Hevesi Pistitől, és hát ő nagyon régóta foglalkozik vele szakszerűen, és nagyon jó minőségű tenyészállatot lehet nála beszerezni. A Kurca TV nemrég készített Hevesi István Mincenti gazdálkodóval egy riportot, és ő említette, hogy a sertés ágazat jelenleg nincsen jó helyzetben. Önnek erről mi a véleménye? Azt gondolom, hogy egész évet, hogyha nézünk, ugye nagyon változó a sertés ár, tehát ingadozik mindig, és hogyha egész évre vetítjük, akkor talán lehet egy minimális jövedelmezőséget kihozni, pláne úgy, hogyha ezt egy családi gazdaság üzemelteti, pláne úgy, hogyha vannak földjeik. Van a családban két fiú, aki ezzel foglalkozik, és odaadással, ha csináljuk, akkor azért lehet ebből nyereséget kihozni. Hogyan oldható meg egy ekkora telep felügyelete? Hát igazán itt egy dolgozó van, aki szinte állandóan itt van a telepen. Ugye a kisebbik fiam, aki a sertésekkel foglalkozik, ő minden délután és este itt van. Iskola után ez a dolga neki, és hétvégén felügyeli, és egyébként maga a piasztató rendszer meg annyira automata, hogy nagyon jól érzik benne a malacok, és el vannak, de azért néha napközben azt gondolom rá kell nézni, tehát a jószágokon azért gondoskodni kell. Állattenyésztés tekintetében milyen fejlesztéseket szeretnének a telepen végrehajtani? Igazán a hízomarha ágazatban ott nem túl sok mindent, hiszen ott adottak az istállók, a karámok, adottak az itatók és az etetőplacok. Itt a sertés az, ami fejlesztésre sorul. Most jelenleg ugye malacnevelőt szeretnénk kialakítani, végleges kocasállást és majd a hízlaldát.
Ezt egyébként mind mélyalmos rendszerbe gondolkozok, hiszen szalma van, a trágyára szükségünk van, és azt gondolom, hogy az emberi munkaerőt nem mindig célszerű géppel helyettesíteni, tehát így az állatok is jobban érzik magukat, hogyha szalmás környezetben vannak. Mit gondol, a sertéstartók kapnak kormányzati segítséget? Hát most a kommunikáció erről folyik, hogy az állattenyésztése, ezen belül a sertéstartók is kormányzati segítségre számíthatnak. Azt gondolom, hogy Magyarországnak kitörési pontja a mezőgazdaság, és csak abban az esetben is egy olyan mezőgazdaságban, ahol a megtermelt takarmányokat, megtermelt gabonaféléket úgymond bőrbe csomagoljuk, ahogy a régi öregek is mondták, és ezért nagyon fontos az ágazatoknak a támogatása. Én azt gondolom, hogy lesz az állattenyésztés segítve kormányzati szinten is, hiszen ez egy közös cél. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm én is a lehetőséget! Kedves nézőink, reméljük, hogy riportunkkal sikerült a Gémes család mezőgazdasági vállalkozását bemutatni. Külön öröm számunkra, hogy ennél a családi vállalkozásnál nem csak a jelen, de a jövő is biztosítva van a két fiú személyében.